85 uniós finanszírozású fejlesztés zajlott le a Széchenyi István Egyetemen 2007 óta. A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létrehozására például több mint 6 milliárd forintot fordíthat az intézmény. Egy olyan programot indítottunk el itt az egyetemen, ami már akkor megelőlegezte azt a koncepciót, hogy mostanában egyre erősebben élnénk a kormányzati kommunikációban, és hogy a Magyarország innovációknak a fejlesztése, ennek egy hálózati megerősítés az egyetemekre alapozódik. Ez csak egy volt az elmúlt időszak számtalan uniós fejlesztési projektje közül. A területért felelős államtitkár elmondta, a kormány a Széchenyi 2020 program keretében 33 felsőoktatási intézmény több mint 300 projektjére kötött támogatási szerződést. A Széchenyi 2020 keretében ebben a fejlesztési időszakban mintegy 9000 milliárd forint áll rendelkezésére Magyarországnak. Ezt összesen 10 operatív programon keresztül juttatjuk el a kedvezményezettek számára, és mindegyik operatív programnak az a feladata, hogy tovább segítse Magyarország erősödését. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő a kollégium építését emelte ki, amelyre az állam 6, Győr pedig 3 milliárd forintot biztosított. Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár arról beszélt, hogy az informatikai pályaválasztást segítő beruházások ahhoz járulnak hozzá, hogy a technológiai fejlesztések még hatékonyabban működjenek az országban. Németh Katalin, az Audi Hungária oktatási és tudományos kooperációk vezetője, a duális képzéssel kapcsolatban elmondta, a vállalatnál jelenleg 2000 mérnök dolgozik, közülük csak nem 1000-en a Győri Egyetemen végeztek.